Szombaton a 22. Jamborivár programjaival kezdődött, majd vasárnap a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületében, valamint a Csónakázótó partján folytatódott a 21. Kortárs Művészeti Fesztivál. A kulturális rendezvény egy héten át várja a nagy közönséget. A héten folyamatosan street foodosok, vásárosok vannak itt velünk, epervásár, finom, mindenféle finomságok, kézműves termékek, folyamatosan koncertek. A Közösségi és Kulturális Központ épületében Szerencsés Gabó Slow Fashion 4.0 címet viselő kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. Olyan minőségi dolgok a létrehozásáról szól, amit sokáig tud az ügyfél hordani, ami igazán jól áll neki, vagy rákészül az ő a testalkatára, és ezek a ruhadarabok kvázi őt szolgálják, hogy a legcsinosabbnak, a legnagyobb önbizalommal tudjon bárhol megjelenni. Rengeteg embert vonzott a vasárnap délutáni jó idő, valamint a kiállítások és a vásári forgatag. Többek közt Varga Tamás országgyűlési képviselő is eljött a fesztivál megnyitójára. Ide színfolt, hogy egy dizájnvásár művészeti fesztivál itt a Csónakázótó körül létrejöhetett, és egy hétig itt várja a székesfehérváriakat. Köszönöm szépen mindenkinek, a kiállítóknak. Több kiállítás is nyílik most itt a szabadtéren is, és bent is fantasztikus élmények. Szeretettel hívunk, várunk minden fehérvárit. A programok hétfőn 17 órától stílus és smink tanácsadással folytatódnak, este 19 órától Mörk koncert lesz, a napot pedig a 21 órától kezdődő Kertmozi zárja a Toxikóma című magyar film vetítésével.